Zsuska. De jó? Nincs több gyerek. Mi? Jó. Hogy? Én azt mondja, nem te még lefotózom. Mert nektek azt mondja, hogy mit mondom? Jó, persze. Azt mondja, mondom, persze, hogy átok. Jó ez, jó volt ez így, gyerekek, mindig szépen egy kicsit többet. Laci, összefoglalnád, hogy mi történt itt az irodaházban? Igen, itt az irodaházban ugye az történt, van ez a kis lelkes csapatunk, akinek marhára nem tetszik, hogy papír nélkül még mindig ki vagyunk tiltva innen állítólag, de erről még soha nem kaptunk semmit. Tehát állítja ezt egy országgyűlési őrségnek nevezett kalauz ruhába öltöztetett csapat, azt állítja, hogy innen ki vagyunk tiltva, de nem tudjuk, tehát ez nem biztos. Azt mondja, hogy higgyem el, mert ő mondja, hát miért higgyem el? Hát, és én azt mondom, hogy ott arany folyik a Duna helyén, akkor elhiszi, nekem nem hiszi el. És akkor eljöttünk és tudakozványt kívántunk beadni, hogy miért vagyunk kitiltva, tehát az országgyűlési őrségnek is, és az országgyűlés hivatalának is. De most ezt nem nagyon akarták átvenni, tehát valószínűleg nincs ilyen kitiltás, tehát szinte biztos, hogy nem létezik, csak valamit mondott valaki. Majd odáig került a dolog, hogy meg ki akartak vezetni minket, és akkor megérkezett Zé Kárpát Dániel, és a Zsuzsi felkérte, hogy akkor kéne egy kis segítség, és végre tegye a dolgát, mint képviselés, ő tette, tehát ígéretet tett rá, hogy átveszi, vagy átvette tőlünk a papírokat, és ígéretet tett rá, hogy eljuttatja a megfelelő helyekre, és majd meglátjuk, hogy kapunk-e választ. Jeleztük, hogy vissza fogunk jönni, megint azt mondta a parancsnok, ide már pedig nem. Hát ezt mondta ugye annak idején még októberben, hogy ide többet be nem jövünk. Hát novemberben megint bejöttünk, majd most megint itt voltunk, tehát miért állítanak ezek az emberek olyat, ami nem úgy van. Tehát tudják nagyon jól, hogy mi valahol be akarunk menni, akkor bemegyünk. Ha meg nem akarunk bemenni, akkor meg nem megyünk. Ha fizetni akarunk, fizetünk, ha nem akarunk fizetni, akkor nem fizetünk, és már pedig nem akarunk, és ebből adódóan nem fizetünk. Tehát ez így rendben lesz az a történet. Tehát itt körülbelül ez történt. Csak a rendőrséget most nem hívják. Nem hívták ki a rendőrséget. Igen, tehát igen, megkérdezték, tehát bent ment a telefonálás, hogy kell-e a víz, álljunk meg ilyen rendőrök. Még nem, tehát még nem. Ciki lett volna nekik, ha megint rendőrséget kell hívni, és ők maguk nem tudják ezt megnézni. Természetesen most majd meg kell nézni a vonatkozó törvényeket, hogy mihez van joguk végre, mert nem volt még idő, tehát ez a kifosztás miatti harc, ez ennyit elvesz. Nincs idő rá, hogy átnézzem, hogy egyáltalán az országgyűlési őrségnek van-e bármihez is joga, vagy megvan-e töltve a slukkere, tehát ott lóg, de hogy megvan-e töltve, azt nem tudjuk. És na, megvan töltve. Használni, és hogy tudja-e használni, lőtte valaha. Nézed, hogy vízipisztolya van, nem? Fölcsaptás a csaj, azt mondja, én magát ismerem. Honnan a kék fényből? Azt mondja, nem, honnan ismerem? Hát mondom, már voltunk itt. Jaj, tényleg! Elővette a papírokat, nézte a nevedet, fogok a lázat. Igen, ők azok! Igen, amikor bejöttünk, akkor telefonálgatott a másik. Nem vannak már az épületben, nem vannak már az épületben! Persze, hogy benn vagyunk, hát nem viccegesünk. Megy a beszámolás. A vitások már a spájt magyarországon megkezdette, ugye? Igen. Komoly a történet. Akkor most mi lesz, mert én itt állok, hogy ti meg ott, most merre menjek vagy oda? Ön itt áll! Akkor én most kikapcsolnám. Ki az, aki átáll? Na hát mindenki megy.